Mai videóban egy extrém kihívást fogok csinálni, aminek az a lényege, hogy akárhányszor leesek itt a Roblox játékon belül, a videó 5%-kal gyorsulni fog. Szóval, hogyha leesek rengetegszer, akkor konkrétan így fogok beszélni, hogy és nem fogtok érteni a videóban semmit. Szóval nagyon oda kell figyelni, hiszen egy Robloxos droppert hoztam, amiben még sosem játszottam a Robloxon, hogy a Minecrafton már eléggé sokszor, szóval megpróbálok nagyon lassan beszélni, hiszen hogyha leesek, akkor mit mondtam, gyorsulni fog a videó, és uram atyám, ez a második már, hiszen leteszteltem, hogy működnek-e a dolgok, és már is olyan nehéz, mint az állat. De oké, az első szintet lehoztuk, srácok, itt még nem gyorsul a videó. Na de oké, jaj, hát ilyen easy peasy level squeezy pályát simán le fogom hozni. Ja, hogy ekkor ugye kell átesni. Ó, oké, sikerül. 150 szint van, szóval ez a videó lehet, hogy 2 perces lesz, hogyha véletlenül leesek 5-ször. Hogy telefonok mezejébe fogunk menni, jöpi, figyelj, oké, figyeljetek, sikerült, ugye mondta, hogy sikerült, nem sikerült, bakker, hozzáértem, szerintesen vettem, hát innen, hogy gyorsul a videó. Megpróbálok lassabban beszélni, hogy valamennyire értsétek, de szerencsére lehoztam, és itt a következő szint. Oké, itt a halloweeni tökökkel vagyunk itt sújtva ide-oda-oda, enchantot kapok remélem a Roblox karakteremre, hiszen nem akarom, hogy egy perces legyen ez a videó, és utána nem értetek belőle semmit, de itt vagyunk a brazil szinten. Azt a fi... azt a milyen jó meg van csinálva ez a pálya, mi ez te? Merre kell mennem? Ez marha jó volt, de itt van az Arctic szint, szépen itt vagyok a privát szerveremmel, és csak megy. Hozzáértem. Megint gyorsul a videó, már 110%-os a gyorsaság. Hellosztok, remélem, hogy még érthető, amit mondok. Szépen megyek tovább, szépen ugrándozok, egyre nehezebbek ezek a meg. Karcsi szint! Azt a Gergő, hogy örülne ennek a szintnek, de szerintem ezt még gyorsan le fogom tudni hozni. Azt hittem súra... Jó, azt hittem, hogy súroltam, de sikerült. Azt a figyeljétek már, milyen neon helyszínen vagyok. Milyen neon helyszínen vagyok. Jaj! Megint hozzáértem, pakker! Akkor megint gyorsul a videó. Itt vagyok, és vasúttal szúrom! Brástam a vasúti sírre! Pakker, már szerintem 120%-os a gyorsaság. Boing, nem tudom, hogy merre van az arra, itt van Tomás a gőzmozdony, és nagyon ügyes, hú, sikerült, 15-ös szint, azt a figyeljétek, amilyen védelmi zónán kell keresztül menni, és csak zuhanni, de eddig egész jól teljesítek szerencsére, 16-os szint jön, ó, egy békés fa, hozzá se érek, srácok, így le fogom hozni, hozzá se érek, és simán, miről beszélünk? Azt a figyeljetek már, itt vagyok Japánban, hát ez valami elképesztően durva, itt vagyok egy ilyen japán katonás minden menő szinten, jaj, ez a spot el tudtam mellette menni, a Matrix szinten vagyok, jeboj, csak haladok itt közötte, majd ezt nem vettem észre, ezt nem tudom megcsinálni, hol van itt a normális, hát megint gyorsul a videó. És már tényleg lassabban kell, hogy beszéljek, hogy értsetek is valamit, mert olyan magasodik a hangom, mint az állat, vagy gyorsul is vele egyszerre, de szerencsére ezt ki tudtam vinni ezt a pályát. Az lesz a durva, hogyha meg akarok az adott szinten azt, és akkor utána folyamatosan gyorsulni fog a videó, de szép lassan kell, hogy beszéljek. Itt meg valami büntény van. Itt tudunk csak kijutni, itt a figyeljétek a bolondságok, hogy áj! Bakker, ezt elrontottam, megint gyorsulunk. Fogalmam sincs, hogy itt mi van, de ez a pálya valami elképesztően királyú meg van építve, de szerencsére ki tudtam itt is jutni, egész jó vagyok ezekben a dropperekben, a Minecraftban rengeteget játszottunk. Jaj, ne itt a koronavírus, én ettől akarok menni, nem akarok találkozni a koronavírusra, de szerencsére ez is megvan. Ah, mindig elhagytam, hogy lassan kell, hogy beszéljek. Ilyen egyszerű pályákat simán lehozok már, figyeljetek, semmi dolgom nincsen vele. Ó, oh, azt hittem, hogy mégis. Mit valami vadászpilóták lettünk volna. Mindig elbízom magam, és akkor utána lezuhanok. Szóval, sziasztok! Fogalmam sincsen, hogy értitek-e, amit mondok, de 24-es szinten vagyunk. Éppen a farra megyünk, és de rossz irányt választottam! Pakker! Szóval, itt vagyok ezen a szinten, próbálok lassan beszélni, hogy értsétek, aztán, wow, ezt simán le fogom hozni ezt a kis béna szinten, és hú, hát nem volt ez olyan könnyű. Ez mi ez a szint? Oh, no, megint belementem és megint gyorsul a videó. Tudom, hogy most ténylegesen értitek, amit mondok, de hogyha nem, akkor az nagyon durva lenne, amíg még mindig itt meg is fogalmas sincs, lehet, hogy 2 perces ez a videó, de próbálok minél lassabban és mélyebben beszélni, hogy halljátok. Elebben ez azt lehoztam, 32-es szintig minimum el kell, hogy vigyük, 32-es szintig minimum el kell, hogy vigyük a pályát, 32-es szint lesz a cél, 29, itt vagyunk az Alien Birodalomban át kell haladnunk, figyeljétek! Uram, atyám, ez milyen durva, és mennyit épített a készítő, hogy ez meg legyen, 30-as szint, utolsó előtti, fogalmas sincs, ja, hogy erre a kis négyzetekre, hogy landoljak. Oké. Spool,
Spider-Man, azt akartam, hogy Spider-Man, nem hiszem el. Aval újra Spider-Man, a Spider-Man! Uram, atyám, csak ennél a résznél gyorsult 10%-kal a videó. Spider-Man! Ezt nem hiszem el! És koncentrálok, amennyire csak lehet koncentrálok, és meg tudom kikerülni az összeset, és végre valahára, srácok, jöjjön a 32-es! A 32-es szintén ez az, el se hiszem a... Várj, bevágott a kamerám! Ezt láttátok? Bevágott teljesen a kamerám, és megint gyorsulunk. Kezdjem meg! Mitől pakol be a kamerám ezen a szinten? Hát ez teljesen kaó, átrángatózik az egész, és nem bírom egyszerűen kikerülni, a másik irányba kell, hogy megyek. Jó, oké, megvan. Megint meg mindig rángatózik, már azt sem tudom, hogy mi van. Srácok, most próbálom meg utoljára 300-szorosra növelem a videót. Hatszázszoros lesz. Na hát, srácok, visszatértem normális hangba, szerintem a végén, majd ez vágásnál nekem kiderül, szerintem semmit nem hallottatok, hiszen 1200-as gyorsításnál voltunk. Nagyon-nagyon remélem, hogy élveztetek ezt az őrült videót, most így azért normálisan egy pályát vigyünk ki a végére, mint szoktok, ilyen lett volna, hogy a semmiféle kihívást nem viszek bele, hogy szépen zuhanunk le, meg ilyenek, milyen egyszerű ez a játék, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóval találkozunk, egy lájkot nyomjatok, és itt vagyok a Squid Game-ben. Oh my God. Ha szeretnétek, hogy csináljak még ilyen gyorsítós videókat, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban, hogyha rámentek a nagy piros gombra, hogy feliratkozások, akkor egyből menő sajtok lesznek, szóval legyetek jók, császtok!